1500 betöltetlen tanári állás van az országban, csak Budapesten 500-nál is több pedagógust keresnek, írja 24.hu. A hírportál szerint több helyen bármilyen szakos tanárral beérnék. Van olyan kis település, ahonnan 14 pedagógus hiányzik. A PDS elnökét Szűcs Tamást kérdezzük. Így van, Szűcs Tamás velem szemben, jó estét! Jó estét kívánunk! Ha van olyan kis település, ahol 14 pedagógus hiányzik, akkor ott ki tanít? Mert sokkal többen nem is lehetnek. Mondok egy példát. Az igazgató, a tanintézményvezető például, aki beugrik mondjuk magyar tanárként fizikát is tanítani hónapokig, meg földrajzot és meg matematikát. Tehát amíg ő bírja, addig van tanítás, mert ő a tanár. Ja, és ő neki alig van, ugye nincs annyi óraszáma, mint egy átlag tanárnak, nyilván kedvezményei vannak, és akkor ő még túlmunkát sem kap érte igazándiból, holott 3-4 másik tantárgyat tanít. Meg hát a tankerületen belül átcsoportosítással valamilyen szinten lehet kezelni. Önöknek mik az adataik? Hány pedagógus hiányzik ma az országban? Érdekes adatok keringenek. A pedagógus kar szerint tavaly ilyenkor egy 4 és 5 000-re tette a tanárhiányt. Akkori emberminiszter, Balogh miniszter úr azt mondta, hogy néhány száz. Én azt gondolom, hogy az igazság, hogyha vesszük, hogy egy év azóta eltelt, akár közelebb áll most már a pedagógus kar becsléséhez, mint a minisztérium saját maga által közzétett becsléséhez. Ugye amit lehet tudni, hát sejteni, hogy keresnek 500 pedagógus Budapesten. Pedig az ember azt gondolná, hogy a nagyvárosokban könnyebb pedagógus találni, mint a kis településeken. Két megjegyzésem van ehhez. Az egyik, hogy valóban az első aggasztójelek azok a Magyarországnak a kevésbé szerencsés régióiban mutatkoztak. A másik megjegyzésem pedig az, hogy Budapestnek és egyébként a nagyvárosoknak a fizetései, tehát az, ahova egy tanár alternatívát talál, jóval nagyobbak. Tehát megjelent már itt is a fővárosban is, és a nagyvárosokban is a tanárhiány. Azt látjuk egy ma megjelent statisztikában, hogy második helyen állunk hátulról az OECD tagállamok között a legrosszabbul fizetett pedagógusok listáján. Ami hát egészen katasztrofális. Ugyanakkor pedig azt mondja a kormányzat, hogy ilyen dinamikus béremelés, mint az elmúlt időszakban volt, nem volt még soha, és ezt ők még folytatni is fogják, tehát az életpálya modell kiteljesedése előtt állunk. Ez a kettő eddig erősen ellentmond. Igen, az életpálya modell lassan ilyen varázs szóvá válik a kormány oldalról. Azt gondolják, ha sokszor elmondják ezt a mantrát, akkor meg is valósul. A társadalom egy része is úgy gondolja, annyiszor hallott, hogy a pedagógus béreket rendezték, hogy ez rendezve is van. Csak egyetlen elemet mondva, ma egy kezdő pedagógus, aki 6 évig egyetemen tanul, 203 000 bruttó fizetésért megy, főiskolai végzettséggel pedig 183 000 forint lesz a kezdő gyakornoki fizetése. Ezekkel ma nem lehet felsőoktatási végzettséggel rendelkező embereket pályára csábítani. Ez az egyik. Azokkal a diplomákkal, tudom, ez sokféle diploma, sokféle szakirány. De azokkal a diplomákkal, hogyha versenyszférában akar elhelyezkedni valaki, mondjuk egy ilyen tanári diplomával, sokkal jobb fizetést tud elérni? Nem is biztos, hogy versenyszféra lesz belőle. Mármint lehet, hogy külföld lesz belőle. Tehát, és ottani versenyszféra, vagy nem is annyira versenyszféra. Mert hogy a kémia tanár angolul ugyanúgy kémia tanár? Humán területeken, nem. Ja, egyébként hadd mondjam, hogy egy végzett hallgató, magyar szakon végzett, elég könnyen talált Angliában már magyar-angol szakon végzett, ez kétségtelen, de könnyen talált pedagógiai asszisztens feladatokat a magyar pedagógus diplomájával, még akkreditálnia sem kellett, örültek ott is, hogy van, aki vállalja ezt. Tehát vannak lehetőségek, és humán vonalon is sokfelé el lehet menni, és hát ha megnézzük az alternatívát, ez a bér, ez olyan, hogy egy ügyeskező kémia-fizikázértő tanár, ha vállalkozásba kezd, és valamilyen jól menő szakmunkát vállal, és ért hozzá, akkor sokkal jobban jár anyagilag. Emberileg, mint pedagógus, azt mondom, nem biztos. Amikor olyan hirdetés jelenik meg, hogy bármely szakos tanárt keresnek az iskolába, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincs olyan szak, ahol lenne tanár. Igen, az iskola hogy fog kinyitni szeptemberben? Hát én szerintem még egyszer ezeket a megoldásokat fogják alkalmazni. Az egy darab igazgató tanít egyszerre mindenhol, nyilván nem. Tehát áttanítások lesznek, a tankerületen belül valahogy átcsoportosítják az erőket, és én azt gondolom, hogy
amire a PDS 2 hete hívta fel a figyelmet, hogy az óra, a tantárgyfelosztások és az óra számok kiosztása intézményenként egy olyan struktúrát, olyan segédanyagot hozott nyilvánosságra, illetve belső berkekben használatra a Krebersberg központ, hogy azzal a munkateher növekedése is csúcsra fog járni. Tehát ez a 22-26, amiről annyit hallhattak azok, akik érdeklődnek, ez nem véletlen, ez csúcsra jár azokon a helyeken, ahol nincs tanár, hol ott az érvényben lévő rendeletek szerint 22 órával kellene számolni a kontakt tanítási órákat. Hozott magával valami Excel táblát, vagy nem tudom mi az. Igen, egy táblázatot nyilván hoztam. Ilyen van önnél, akkor azt meg is akarja mutatni. Meg bizony. Mégpedig arról lenne szó, nem tudom majd, hogy fog látszani, mert nincs rutinom ebben, jó felé mutatom, rendben van. Ez arról szól, most egy kicsit, hogy alakul a pedagógus korfa. 2003-ban még 15%-nyi viszonylag egészséges arányban voltak 30 év alattiak a pályán, 2016-ban már csak 6%. Elképesztő adatok vannak, ez az induló adat, ez tényleg, és utána 28-ról ugye 21-re fogyott a 40 év alattiak száma, és én most le is teszem, és szóban folytatom, hogy a mai adatok pedig már 2 évvel később vagyunk, arra mutatnak, hogy 50 pluszos lett a tanárok 50%-a. Ha az egészségügyről beszélgetünk, szoktak nekem szakértők hasonló adatokat mondani, és az általában például a házi orvosi hálózat elöregedésére szokott vezetni, hogy ott például az a helyzet, hogy gyakorlatilag fenntarthatatlan az öregedés miatt, és a kifejezésére a kihalás miatt. Így van. Hogy fogják tanítani a gyerekeinket 10-20 év múlva, hogyha most ilyen a helyzet? Ki fogja tanítani őket? Ezt a kérdést mi is egyre gyakrabban tesszük fel, és úgy gondolja a PDS, hogy nem maradhat szó nélkül valamilyen módon majd a kormányzati egyelőre sikerpropagandát és azokat, amelyekről azt állítják, hogy itt minden rendben van, a tanárképzésben több gyermek jön, több tanuló jön, hallgató jön, ezeket valami módon ellensúlyoznunk kell, és a valóságra kell ébreszteni a magyar társadalmat is. Most közben keresem, ugye azt mondja, hogy 50 fölött van jelenleg a tanárok átlag életkora, a tanítóké az oktatási hivatal szerint 47 év. Hát az se jobb helyzet. A tanárok és ez egy tavalyi adat még, igen, csak igen. Az a gyanúm, az a feltételezésem, hogy ez rohamosan megy, ha belegondolunk abba, hogy tavaly 4000 kollega a jogviszonya szűnt meg a közoktatásba, és mindösszesen 800-an léptek be a rendszerbe, akkor én úgy gondolom, hogy ezek az adatok rohamosan változnak, és egészen biztos, hogy már az 50% körül, vagy éppen azt meghaladó lesz a következő tanév. Az ön szakszervezeti vezető elődje Mendrei László mondta, hogy az egyik tragédia az, hogy többen mennek nyugdíjba minden évben, mint ahogyan elvégzik az egyetemet. Most arról nem is beszélve, hogy hányan helyezkednek el az egyetemet végzettek közül. Végül a pályán ezt az előbben említette. De ha ez eleve így van, tehát többen mennek nyugdíjba, ez kapásból azt jelenti, hogy egészen biztosan nő a pedagógus hiány. Más adatot is mondok. Az egyetemre jelentkezők, a pedagógus képzésre jelentkező, tanárszakra jelentkezőknek a 45%-a lemorzsolódik, nem végzi el az egyetemet. Átmegy máshova, vagy abba hagyja? Is. Abba is hagyja, át is megy máshova. Tehát eleve nem is gondolta komolyan? Ez is lehet. És a pályakezdők 1-2 éven belül további 50%-a körülbelül elhagyja a pedagógus pályát. Ezek ma az arányok, amikor arról beszél a kormány, hogy 30%-kal többen jelentkeznek pedagógus képzésre, az igaz. Ezek az adatok viszont egyre lesújtunk. Volt lehetőségük elmondani ezt valamelyik kormányzati szereplőnek? Egyelőre még nem. Mi elküldtük, ugye volt egy váltás a PDS-ben, elküldtük a leveleket, az egyeztetés iránti, a találkozó iránti, bemutatkozó találkozó iránti kérésünket. Nem kaptunk még ezekre választ. Hát lenne mit kérdezniük, és lenne mit tenni a kormányzatnak. Bár nem tudom, hogy ezeket a dolgokat mennyire lehet gyorsan intézni. Mert alig, ha egy tolvonással elintézhető kérdések ezek. Így van, legelőször is azt kell középtávon elintézni, hogy ki fogja tanítani a gyermekeinket. Ez mi múlik egyébként? Csak a pénzen? Nem, én azt gondolom, hogy van a pedagógus pályán van egy olyan szorítás, egy olyan nyomás a centralizáció miatt, amely a szabadságát is ennek a pályának, az innovációt. Elveszi a kedvét a kedvét, igen, az innovatív energiákat kioltja. Amikor egy ennyire centralizált rendszeren a közvetlen fölöttünk álló munkáltató jogokkal rendelkező intézményvezető is be van szorítva egyébként a tankervezető is valahol, akkor én azt gondolom, hogy ez a rendszeren végigfut, és valahol, ráadásul az idősödő korosztálynak az innovatív képessége mindenütt alacsonyabb. Tehát én azt gondolom, hogy ezek oda vezetnek, hogy el tudom mondani, hogy igen rossz a hangulat szinte minden nevelőtestületben.
Szűcs Tamás, a PDS új vezetője. Örülök, hogy találkoztunk, én és is örülök, megismerkedtünk, jó. Eljön máskor is. Rendben, köszönöm.